Következő vendégem itt a stúdióban Gál Gábor, aki pedig nem más, mint az Óriás Bográcsnak az egyik társtulajdonosa, hiszen itt a fesztiválon készült egy nagyon-nagyon nagy adag halászlé, amit a kilátogatók is megkóstolhattak. Üdvözlöm szeretettel itt a stúdióban. Kezit csokolom. A nézők láthatják már itt az asztalon ezt a halászlevet, mi egyelőre így szemezgetünk vele, de mielőtt megkóstolnánk, mindenféle részletet akarunk róla tudni, mert ránézésre is nagyon-nagyon jól néz ki. Először is így a mennyiségekről, mert ahogy kilátogattunk ide a helyszínre, azért elég sokat főztek és osztottak szét az embereknek. Igen, bizony, ez egy 1762 literes óriásbogrács, de nem ez a legnagyobb, van egy nagyobbunk, ami 4570 literes, de úgy gondoltuk, hogy ehhez a potom 3000 adaghoz ez bőven elég, mert hogy régebben főztünk már kicsit nagyobbat is, 7800 adagos halászlevet, ez Balatonlellén 2 éve történt, úgyhogy most itt is megpróbáljuk, hát ha sikerül finomat főznünk. Honnan jönnek ezek az ötletek, hogy ekkora mennyiségbe főzzenek halászlevet, meg egyáltalán ki a csuda az, aki ekkora bográcsot elkészít? Ez roppant egyszerű, itt is látható, egy Szeptember Fest nevű fesztivált szervezünk a Népligetben Budapesten évről évre, és amikor ez az egész indult olyan 11-12 évvel ezelőtt, akkor kitaláltuk, hogy tulajdonképpen a pörkölt köré, mint gasztronómiai, és akkor még nem annyira divatos gasztronómiai őrület köré kellene a pörköltek köré építeni egy fesztivált, és csináltuk egy pörkölt főzőversenyt, ami hál' Istennek nagyon jól sikerült, mert több száz bográccsal jelentkeztek pörkölt főző csapatok. No, de probléma volt, mert aki kijött és szeretett volna enni a pörköltekből, az tulajdonképpen nem tudott, hiszen a csapatok saját maguk számára, saját maguk élvezetére főzték a pörkölteket. Akit megkínáltak, annak adtak, de hát végül is egy több tízezres tömeget nem lehet megkínálni. Véges volt azért itt a létszám, akit el lehetett ebből látni. Kapacitása. És akkor kitaláltuk, hogy hát egy kicsit nagyobb bográcsban kellene gondolkodni, és akkor megépítettük a óriás bográcsunkat. Jó a szó erre egyébként, hogy megépítettük. Igen, tényleg ez építeni lehet akkor csak. Igen, ez nem egy olyan egyszerű feladat, ugyanis hát abban több mint 4 tonnányi anyag tud főni, hogyha egy pörköltet főzünk például. Ami azt jelenti, hogy azért 4 tonna, hogyha mondjuk megindul forrás közben, egy bogrács eldől, azért ez nem egy egyszerű feladat akkor azt megállítani, tehát ez komoly állványzat kell, komoly környezet kell hozzá, komoly logisztika, komoly építés. És hát nagyon sok olyan különböző fesztiválokra, különböző cégek családi napokra rendeltek bográcsban pörköltet, és mondták, hogy olyan 500 adag kellene. És mondtuk, hogy hát ez egy 10 000 adagos bogrács. Itt az 500 adag az olyan kis maszat valami. Hogy az alján van valami. A legalján éppen csak valami. És akkor hosszas fejvakarás után úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy kis bográcsot. Hát ez jött el éppen Moson-Magyaróvárra. A logisztikát említette egyébként, tehát azért ebben főzni sem lehet egyszerű. Tehát ez ki van itt dekázva, hogy akkor ki áll oda, ki kavarja, hogyan kavarja? Mert hát nekem így most esett le, hogy mondta, hogy azért itt ekkora anyagokat megmozgatni, megfőzni, tehát azért az nem kis baleset veszély is. Csak a fizikában egy picit belegondolunk, amikor van fölöttem 4 tonnányi anyag, akkor ott alul egészen más forráspontok, egészen más fizikai folyamatok zajlanak le, mint egy kis lábosban mondjuk otthon a gázrezsón. Viszont nyilvánvalóan ezt is meg lehet tanulni, mi úgy vállaljuk alapvetően a főzéseket, legyen az pörkölt, vagy halászlé, vagy bármi, ami ebben elkészülhet, csülkös pacaltól a babos káposztáig bármi, hogy a saját szakácsunkkal, aki most éppen azért nem tudott idejönni, mert még kicsit úszik a bogrács által, vagy a bogrács által keltett hullámokban tulajdonképpen. Fakkanalat is faragtattak ehhez, hogy tudják ezt belőlenk. Ez egy egyszerű 3 literes evező van tulajdonképpen rendszeresítve, amit lehet természetesen, fel lehet jönni, fotózkodni vele, és hát lehet vele kavarni, és hogyha valakinek éppen erre van ingerenciája. Budapestről érkezett, honnan a csodából tudja, hogy mitől jó a szigetközi halászlé? Hát megpróbálunk azért általában utána nézni a dolgoknak, megpróbálgatunk azért kis elképzeléssel és egy kis fantáziával párosítani a lehetőségeinket, és úgy gondoltuk, hogy itt nagyon fontos lenne egyfajta olyan tartalmas, finom, sűrű halászlében gondolkodni, ami tényleg a
Dunából fogott halakból jöhet össze, tehát a halalaplé az innen készült, illetve ponyfilét hoztunk, ami tulajdonképpen azért jó, és azért nem ponypatkóban gondolkodtunk, mert az azért szálkás, a gyerekek nehezen tudják megenni. Ez egy szálkamentes ponyfilé, úgyhogy lehet bőven nyelni belőle, és senkinek nem lesz semmi. Hát én egyelőre csak a nyálamat, ahogy itt nézem az asztalon, de hamarosan megkóstoljuk. Mennyi hal került ebbe, meg egyáltalán mi került ebbe bele, amit itt most Moson Magyaróváron produkáltak nekünk? Hát ez körülbelül olyan receptet három... kérünk. Igen, igen. Végül is, hogyha jól látom, most már ilyen 3000 adag környékén tartunk. Több mint 600 kiló ponyfilé volt maga a hús, amiből itt ugye hoztunk egy keveset, és több mint 800 liternyi halászlé alaplé, ami egy nagyon-nagyon sűrű, tartalmas alaplé, az volt ennek az egésznek az alapja, és ebből készült az egész. Visszajelzések, azért osztogatták már itt rendesen a halászlevet, ahogy mik jöttünk, voltak? Ugye hallottuk, mindenki gratulált és köszönte szépen. Én úgy gondolom, hogy ennél komolyabb vissza, vagy ennél nagyobb visszajelzés nem kell. Van-e valami titkos ötlet, valami titkos recept esetleg, amit azt mondja, hogy most már kitanulmányozták a szigetkezi halászlevet, amit mindenképpen ajánl a házi asszonyoknak, vagy a házi uraknak, hogy tegyenek bele, vagy kóstolják meg? Én mindig azt mondom, hogy az, tulajdonképpen, ha úgy lehet felállni az asztaltól, és akkor egy picit a molekuláris gasztronómia és a modern gasztrobloggerek stílusa ellen beszélek, hogyha én egy tartalmas ebéd után jól fel tudok állni az asztaltól úgy, hogy jól laktam, akkor az egy nagyon fontos dolog, és mellette lehet utána ínyenckedni is, de hát azt én igazából nehezen tudom elképzelni, hogy egy kanálban gulyásleves újra gondolva, és ez egy kanálban kitálalva, az azért tartalmas ebéd lenne valaki számára. Úgyhogy tessék jól lakni, tessék megkóstolni ezt, és utána lehet a ínyenckedést folytatni. Hát az élete az nagyon finom, kinézetre is nagyon jól néz ki, úgyhogy azt javasoljuk mindenkinek, hogy kóstolja meg. Mihelyst leraktam ezt a mikrofont, én is ezt fogom tenni. Gál Gábor, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget, kezdjük sokkalom.